Tehát itt van a posztunk, látod, akkor mindent beleírtam, és itt vannak a, a nevek. 14 nap múlva becsöngetnek, és megkezdődik a 2022-23-as tanév. Azonban az iskola kezdéshez számos dolgot be kell szerezni, ami jelentős anyagi terhet ró a szülőkre. A karöltve szexárdért csoport 25 rászoruló gyermeket választott ki, hogy beszerezzék számukra a szükséges csomagokat. A támogatandó gyermekek korosztálya az elsősöktől a középiskola tizedik osztályosáig nyúlik. A lényeg az volt ebben a kezdeményezésben, hogy mindenki, aki választ egy gyermeket, az vegye meg neki az iskola kezdőcsomagot, illetve a tanuláshoz szükséges egyéb eszközöket, vonalzót, ceruzát, tehát a legkisebb dolgokat, ragasztót, ollót, éppen ami kell, ugye. Az iskolás élethez, és ha még tehetik, akkor ugye iskolatáskát is vagy vegyenek, vagy keressék meg a már nem használt táskákat, és adjuk őket tovább. A Post kedden került ki a csoport Facebook oldalára, és másnapra már a gyerekek több mint felének biztosították a tagok a szükséges holmikat. Tizenketten maradtak, tehát kilenc lány és három fiú. Azok a gyerekek várnak még támogatásra, akiknek a bejegyzésben a neve mellett nincs zöld pipa. Ami nagyon-nagyon nagy örömmel töltött el bennünket az az a tény, hogy azon túlmenően, hogy vállalják a tagok a gyerekek iskolakezdését még azt is megkérdezik, hogy rendben, akkor mi a kedvenc mesefigurája, akkor úgy állítják össze a csomagot, van-e testvér, a testvéreket is szeretnék meglepni, szükség van -e esetleg ruhára, cipőre, bármi egyébre, úgyhogy tovább gondolkodnak már a tagok, és ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Szakács Szandra hozzátette, elmondhatatlan élmény, amikor átadják a csomagokat, arra kéri az adományozókat, ha tehetik, ne hagyják ki ezt a lehetőséget.